világcsúcs tartóként úszta. Hosszú Katinka a 200 vegyest vasárnap a Duna Arénában, és bár hetedikként ért célba, a közönség szeretetét így is érezte, sőt, még egy párna is repült felé, amire az van írva, hogy jó pihenést, bajnok. Katinka, hát megmaradt a világrekordod, ez igazi pozitívum, mit szólsz hozzá? Tök jó. De ennyire vidám vagy, vagy vidám voltál egyébként, amikor az utolsókat fordultad? Tehát, hogy hogyan álltál egyébként ehhez az úszáshoz most? Hát ugye én tegnap azért éreztem, hogy ez max közeli úszás volt nekem, én azért is örültem nagyon a döntőbe jutásnak, éreztem, hogy nem sok van ebbe, és ugye kicsivel rosszabb is lett ma délután az időm, de sikerült egy helyet előrelépni. Úgyhogy igazából én annak örülök, hogy még egyszer átéltem azt, hogy döntőbe úsztam magyar közönség előtt, és úgy érzem, hogy vagy a közönség is ezt átérezte, mert attól függetlenül, hogy hetedikként szálltam ki a medencéből, én úgy hallottam, remélem jól, hogy nagyon megtapsoltak, és ez nagyon-nagyon jól esett. Tehát, hogy még egyszer átélheted, ez azt jelenti, hogy úgy gondolod, hogy többet már nem fogod tudni átélni ezt? Nem, pont, de nagyon szépen próbáltad kifordítani az aranyomat, nem, csak hogy még egyszer átéltem, és remélem, hogy még jó pár szorát fogom. Kaptál egy párnát, amire az van írva, hogy jó pihenést, vagy valami pihenéssel kapcsolatos, az minek szól a két verseny közötti pihenésnek? Bocsi. Fogalmam sincs, igazából lerepült a közönségből, az van rá, hogy jó pihenés, bajnok. Én ezt úgy veszem, hogy az versenyszámok közötti pihenésre gondolnak.